Már az új mezeket viselték a Paksi FC játékosai, amikor június 26-án pályára léptek a fotósok, operatőrök és újságírók előtt. 18 év után most új beszállítóval dolgozik együtt a csapat. A változást a szezonindító sajtótájékoztatón jelentette be a klub ügyvezetője. 18 évig volt egy mez partnerünk a Jánkó személyében, akikkel lejárt a szerződésünk, és ezúton is köszönjük nekik az elmúlt 18 évet, Marosi Lacinak és Marosi Katinak. Az elmúlt évek alatt rengeteg megkeresés érkezett hozzánk, szerettek volna mások is velünk együtt dolgozni, és az idei évben jött el annak a pillanata, hogy ezt a lépést meglépjük. Az idei évben is több megkeresést kaptunk, viszont úgy tűnt, hogy a foci világgal közösek a nézeteink, hasonló elveket vallunk, és hasonló elképzeléseink vannak a futballról, a klubról és az ő cégükről. Úgyhogy ezért úgy döntöttünk, hogy az idei évtől a MES partnerünk és a felszerelés partnerünk az a foci világ lesz. Tehát az idei évtől már Nike-ban, az ő általuk beszerzett Nike felszerelésben fogunk már pályára lépni. A Paksi FC sorozatban a 19. szezonját indítja a hazai labdarúgás legmagasabb osztályában. A klub ügyvezetője szerint a játékos keretben nagy mozgások nincsenek. Jelen pillanatban reálisan a könyves Norbi fog távozni a klubtól, ő már szelezte felénk, ugye neki lejárt a szerződés, vagy lejár a szerződés a 30-án, Ötvös Bence érkezett, a kölcsönadott játékosainkat hívtuk vissza a keretbe, ebből van jó pár fiú, és közülük fog majd az a 2-3 játékos kikerülni, aki még a keretbe feltöltésre kerül. Természetesen vannak a játékosainkra érdeklődés, van megkeresések, de ezek még egy ilyen alapszinten vannak, úgyhogy meglátjuk. Nagy mozgást nem gondolunk. Új kabala állata is lesz a csapatnak. A kiválasztásnál az egyik legfőbb szempont volt, hogy a magyar csapat identitását a legmagasabb szinten képviselje, így esett a választás a kuvaszra. 3 hónapos a kölyök, Halasi Szent Iváni dióként van regisztrálva, törzskönyvezve ez a kutya, de nyilvánvaló a hívó nevét, az elnevezését azt majd a szurkolókra szeretnénk bízni, hogy segítsenek megtalálni a legjobb nevet ennek a kiskutyának. A fajta jellemzőit nagyon jól mutatja már most, végtelen nyugodt, kiegyensúlyozott felmenőit tekintve, nagyon jó küllemi adottságokkal rendelkező, szülőkkel rendelkező egyedről van szó, akinek a szülői nem csak különben, hanem a jellem ösztönpróbákon is kiállták a helyüket. A magyar csapat szezonindító sajtótájékoztatójáról bővebb összeállítást tekinthető meg a Lelátó című sportmagazinban július 2-án.